verekedhetünk, és földhöz is vághatsz, hogyha akarsz, de vigyázz, mert most már 80 kiló vagyok, szerinted menni fog földre vinni engem? Szerintem simán. Szép napot kívánok nektek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Elérkezett a Fanta kibeszélő legújabb része, ahol ismételten egy női élsportolóval fogok interjút készíteni. Megjárt magyar bajnokságokat, de még a riói olimpián is jól szerepelt. Hogy kiről beszélek? Nézzétek meg! Karakas Hédi 29 éves szolnoki születésű magyar világbajnok, bronzérmes cselgáncsozó nő. 2012 nagy áttörés volt számára, ugyanis ekkorra kapta meg a junior prima díj mellett a magyar ezüst érdemkeresztet is, majd 2015-ben az év magyar cselgáncsozó nőjének is megválasztották. A 2016-os riói olimpián Hédi kategóriájában a 7. helyen végzett, és azóta a magyar bajnokságokról sorra gyűjti be az aranyérmeket. De hogy hogyan is jutott el idáig, vagy mivel szereti tölteni Hédi a szabad idejét, a Fanta kibeszélő mai adásából kiderül. Nos, hát itt is vagyunk a Honvéd judó szakosztályánál, és Hédivel találkoztam. Hogy érzed magad ma? Milyen, hogy indult a napod? Nagyon jól indult, kicsit korán kellett kelni. Volt már egy edzésem. Akkor vágjunk is bele ilyen gyors, bemelegítő villámkérdésekkel. Cselgáncs vagy pihenés? Cselgáncs. Zene vagy szöveg? Szöveg. Rap vagy rock? Rock. Verseny vagy inkább edzés? Először edzés, aztán versenyzés. Oké, akkor mindkettő. Jó. Érem vagy inkább a pénz? Érem mindenki. Autó vagy motor? Autó. Előtér vagy háttér? Háttér. Most pedig ilyen egyszavas kérdések jönnek, például milyen szuper képességnek örülnél, hogyha birtokolhatnád? Hát minél többnek, de amúgy talán teleportálás. Teleportálás, az mikor jönne jól? Például, hogyha valahova időre oda kell érni, és akkor csak fel kell kelni és teleportálni? Hát nem időre, hanem ugye nagyon sokat utazok, és nagyon megterhelő már a sok utazás, és nagyon sokszor belegondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha csak lefeküdnék, és úgy kelnék fel másnap reggel, hogy ott vagyok. Még ez 2020-ban fel is fogják találni, én is örülnék neki amúgy. Mi az, ami téged megnevettet? Barátok. Emlékszel egyébként, hogy mikor ittál először fantát életedben? Fú, hát nagyon régen gyerekkoromban. Uh-huh. Melyik a kedvenc fanta ízed, akár gyerekként, akár felnőttként? Bodza. És hogyha megalkothatnád a saját fantád, akkor az milyen ízű lenne? Hú, talán sárga dinnye. Jó ötlet. Ezt így mondom, csak hogy ez tényleg jó ötlet. Hédi, ha jól tudom, akkor kedveskedsz a nézőknek egy relikviával. Mi is ez pontosan? Milyennek a története? Igen, ez egy sapka a londoni olimpiáról, ezt a magyar csapat viselte. Számomra ez azért fontos, mert nekem az egyik célom az volt, hogy kiussak egy olimpiára, és most készülök a harmadikra, úgyhogy ez számomra egy olyan sikertörténet, ami egy gyerekkori álom volt. És sokat jelent minden egyes olyan emlék, amit ott szereztem, és olyan tárgyi emlék is, úgyhogy én ezt szeretném felajánlani. Erőt adott, motivációt adott ez neked, amikor ott viselted ezt a magyar feliratos sapkát? Mindenképp ugye az összetartozást jellemzi az, hogy egységes ruhában vagyunk, és minden egyes ilyen ruhadarab, vagy akár sapka az szolgálta, hogy a magyar csapat tagja vagyok, úgyhogy mindenképpen ez egy jó érzés volt. Szerintem ezt egyaránt elég sok fiú és lány szeretné megnyerni, úgyhogy nincs más dolgotok, mint írni a videó alá egy kommentet, hogy kit szeretnétek a következő Fanta kibeszélő részekbe, és akkor megnyerhetitek Hédinek a sapkáját, amit viselt a londoni olimpián, úgyhogy hajrá, kommentre fel! Milyen gyerek voltál? Rossz csont voltál, vagy inkább mindig a jó tanuló voltál, jó kislány voltál? Hogy kell elképzelni téged egészen kisgyerekként, mondjuk általános iskolában? Nem voltam extra jó tanuló, tehát nem emelkedtem ki, nem is voltam rossz. Nem voltam rossz csont, én ilyen visszahúzódó voltam, és ilyen nem is talán magának való, inkább csendesnek mondanám magamat. Gyerekként azért nem feltétlen minden gyerek kitartó, viszont neked a sport meghozta azt a kitartást, például a tanulásban, egyéb feladatokban, mondjuk házi munkában, amit kellett, tehát kitartó voltál másban is, mint a sport, vagy csak azt vetted komolyan? Én nem tudom, hogy így születtem-e, vagy nem, de én szorgalmas voltam és kitartó. Tehát tényleg gyerekkorom óta addig csináltam valamit, amíg nem sikerült, és ez tényleg meghatározza mind a gyerekkoromat is, mind a most felnőtt koromat is. Ez kell a sporthoz, úgyhogy hál' Istennek ez megvan. Az élsport mellett mennyire volt idő a barátokra, a családra, a sulira, tehát hogy mennyi lemondással járt ez az egész? Hát mindenképpen nagyon sokkal.
nem mindent gondolok lemondásnak, de van pár olyan dolog, amit nagyon szívesen csináltam volna, hogyha nem sportolnék. Uh-huh. Például az egyik lehet kicsit fura, de én az egyetemi életet azt én nagyon hiányolom az életemből. Tehát én nagyon szerettem volna az egyetemen élményeket és barátokat gyűjteni, így azért levelezőn teljesen más. Édi, jó hírem van számodra, verekedhetünk, és földhöz is vághatsz, hogyha akarsz, de vigyázz, mert most már 80 kiló vagyok, szerinted menni fog földre vinni engem? Szerintem simán. Akkor öltözzünk át. Eljött a várva várt pillanat, átöltöztünk, és most be fogsz mutatni rajtam pár fogást. Pontosabban miket fogsz, ilyen nagyon alapokra gondolok? Igen, ugye először is a judo az egy japán eredetű sport, és úgy tudsz győzni, hogyha az ellenfelet megdobod, akkor teljesítékű győzelem, hogyha a hátára esik, hogyha az oldalára, vagy hogyha itt a bármi része leér az oldalán, akkor még nem győzöl, akkor azt vazarinak hívják. A teljesítékű győzelem az ipon. És vannak még földharc technikák, van karfeszítés, folytás és leszorítás. Ugye a karfeszítés az, hogyha könnyekizületet feszíted, és hogyha fáj neki, akkor lekopogja, feladja a küzdelmet. Hogyha folytod, akkor pedig itt a nyaki ereket folytod a ruhának a segítségével, és akkor is ugye, hogyha érzi, hogy el fog ájulni, akkor azt nem várja meg, hanem feladja a küzdelmet, vagy leszorítod, amit 20 másodpercig tartani kell, és ott pedig a két háta ér le a földre. Szoktak lenni annyira elvetemült emberek, jó értelemben nyilván, hogy annyira nem akarja feladni, hogy egyszerűen nem szól, hogy elég, hanem inkább mondjuk elájul. Tehát volt már ilyen a történetben, gondolom. Persze volt. Én egyszer ájultam el idáig, nem ezért, hanem azért, mert be volt szorulva a kezem, nem tudtam kopogni, és sajnos elájultam. De igazából egy 5 másodpercről van szó, tehát 5 másodpercig ájult vagy, bírók odajönnek egyből, segítenek, és akkor te magadhoz térsz, és kicsit utána pihenni kell. Na, akkor most egy dobást fogunk megmutatni, nem ilyen ájúdozós dolgokat, úgyhogy csak egy-két alap dobás, hogyha megmutatsz rajtam, azt szerintem elég lesz. Az élsporttal például összeegyeztethető a szerelem, vagy éppen a bulizás, vagy éppen a magánélet? Szerintem mindenképpen minden összeegyeztethető, csak meg kell találni a normális balanszot, talán én úgy gondolom, hogyha ezt megtalálja az ember, akkor el lehet menni bulizni, és én is el szoktam menni bulizni, csak tudni kell, hogy mikor és mennyit. Szerelem ugyanúgy, akár a kapcsolatok, család ugyanúgy nehéz összeegyeztetni, De szerintem, hogyha valaki akar valamit, akkor azt meg tudja csinálni. Hogyan látod magad pár év múlva? Még igaz, hogy most is fiatal vagy, de például mondjuk az élsportból szeretnél nyugdíjba vonulni? Vagy szeretnél életed során más munkát is csinálni kvázi hivatásként? Mindenképpen igen. Én most már úgy érzem, hogy a vége felé tartok, vagyis ott vagyok. És mindenképpen egy olimpiát még szeretnék, ezt a Tokiót, utána nem tudom. De szeretnék más dolgokat is kipróbálni. Semmiféleképpen nem szeretném úgy abba hagyni, hogy egyre lejjebb csúszak, ami azért szerintem teljesen normális, hogyha az ember kezd kiöregedni valamiből, akkor egyre lejjebb csúszik, a fiatalok jönnek. Úgyhogy én ezt az állapotot nem szeretném elérni, ameddig élvezem, és úgy gondolom, hogy tudok teljesíteni, magamnak megfelelni, addig szeretném csinálni, de más dolgok is érdekelnek. Nincsen még annyira konkrét, mivel nagyon lekötött a judo, de annyira konkrét dolog még nincs, hogy mit szeretnék csinálni, de próbálok tapogatózni más irányokba is. Volt olyan, hogy konkrétan mondjuk a judo miatt kellett szakítanod a pároddal? Vagy hogy nagyon, nagyon radikális döntés meghozni a sport miatt? Nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. De számomra egyelőre első a sport, most, amit csinálom. Annyira fanatikusnak gondolom magam, és én olyan mentalitású vagyok, hogy szerintem, hogyha valaki valamit 100%-osan csinál, akkor lehet belőle a legtöbbet kihozni, és hogyha nem 100%-osan csinálnám, akkor pedig nem lehetne, úgyhogy ez az első. Akkor a következő lépés az abszolút az olimpia, a tokiói olimpia, amit említettél. Igen. Na jó, ha már célok és álmok, akkor menjünk, és a rajongóidtól tolmácsolnék pár kérdést, viszont átöltöznék előtte. Rendben. Mm-hmm.
Hédi, érkeztek neked, vagyis hozzád rajongói kérdések, ezeket most tolmácsolnám. BS alsóvonal LR210 nevű felhasználó, mit gondolsz a globális felmelegedésről? Hát mindenképpen egy veszélyes dolognak tartom, és én próbálok környezettudatosan élni a magam módján, és most már környezettudatosan étkezni is, mert kipróbálom most már 3 hónapja a vegán étkezést. Igazából a sportteljesítményre való hatását próbálom tesztelni. Mindenkinek tenni kéne egy nagyon-nagyon picikét, és nem pedig azt várni, hogy majd valaki megoldja ezt a problémát. Én nem gondolom, hogy nagyon nagy szakértője vagyok, és bele is látok, és meg is tudnám oldani, de szerintem tényleg, hogyha mindenki egy nagyon picit tenne a saját kis környezetébe, akkor talán nem lenne ekkora nagy probléma. Alsóvonal, ha lenne különleges képességed, mi lenne az? Hoppá, nézzél ki beszélőt, mert ezt én szoktam kérdezni. Igen, tehát ez a teleportálás lenne. Visszaköszönök, okay, újra a teleportálás. I am Recraft. Ha választanod kellene, repülnél, vagy láthatatlan lennél? Ez a kérdésem. Hát akkor most láthatatlan lennék, mert ugye repülni tudok már a teleportálással. Akkor ennyi, jó, akkor az a másik ski, oké, megvettük. És Bazsi vagyok, hello! Volt olyan pont a karrieredben, amikor azt mondtad, hogy abba hagyod? Persze volt. Sok ilyen volt, vagy kevés? Volt egy komolyabb, és sok pedig kis hisztinek mondható, de igazából az nem komoly, tehát az csak egy, talán nem is hiszt, hanem első felindulás, de egy komolyabb az volt. Ez mikor volt? Melyik évben, vagy hány éve? Ez még utánpótlás koromban volt, akkor 8 éve dzsúdoztam. Ugye IFI-be nyertem 2 Európa-bajnokságot, és felnőttbe is szerettem volna egy EB-t nyerni, és egy VB-t nyerni, és nem sikerült még 2008-ig, és már csak egy lehetőségem volt hátra 2009. Annyira megérintett az a vereség a világbajnokságon, pedig úgy mentem oda, hogy bármi megtörténhet, és volt is esélyem rá. Hogy ott úgy gondoltam, hogy elég ebből a sportból, az élsportból, és talán ez volt az első olyan komolyabb törés, hogy úgy gondoltam, hogy tényleg nem sportolni szeretnék, hanem inkább tanulni. Viszont utána 2009-ben a életem legjobb évét produkáltam, úgyhogy talán meg is érte az a kiesés. Hédi, minden adás végén szoktunk kérdezni egy tanulságot a résztvevőtől, a riportalanytól. Mit üzennél a nézőknek neked? Mi a tanulságod, útravalód? Nekem igazából egy kedvenc idézetem van, ami pedig úgy hangzik, hogy éld meg a napot, mert ez az egyetlen holnapig. Éljétek meg a napot, sportoljatok ti is, találkozunk a következő Fanta kibeszélőbe, ne felejtsetek el kommentelni, ha meg akarjátok nyerni ezt a sapkát, legközelebb is, Tali, szevasztok!